Elkezdődött a tanév a Dabasi Táncsics Mihály gimnáziumban. 180 tanítási napot készülnek együtt tölteni a diákok és a tanárok. A tanulás mellett számos programmal, kirándulással, tanulmányi versennyel várják őket. A jelenléti oktatás egész tanévre szóló meghívó a diákoknak és a tanárok kollégáimnak is, úgyhogy 180 tanítási napot tartunk ebben a tanévben, remélhetőleg fizikai jelenlét mellett. Ha jól számoltam, akkor a munkatervünkben több mint 20 tanulmányi kirándulást terveztünk, és a nagy vonatozásunkat idén szeptember 25-én Egerrel kezdjük meg, ahol 400-500 tanulóval indul ez a tanulmányi kirándulás, már nagyon várjuk, és hát a tanév az majd a Dabasi strandon fog zárulni, a szokásos strandnapon, diáknapon, úgyhogy ebbe a 180 tanítási napba azért a tanulás mellett számos közösségi program is belefér. Több mint 20 tanulmányi versenyre viszik a diákjainkat, terveink szerint több mint 15 különböző sportvegyes versenyen méretjük meg őket, diák olimpiától az amatőr kosárlabdáig. És ha megnézem, hogy hány ismeretterjesztő előadást tervezünk ide a Öveges József Természettudományos Központban, annak a száma is vagy 15. Idén a tűzévét éljük az iskolában, ugye középpontban a tűz, mint természeti jelenség, mint pedig az emberi lelkesedést felszító belső erő. Úgyhogy a forradalmakkal is foglalkozunk, Európa és a világ konfliktus zónáival, hiszen most a tálibok kapcsán meg kell mesélni, el kell mesélni azt, hogy mi történik itt a Közel-Keleten. A kontinensek közül pedig Afrika lesz a középpontban, egy nagy afrikai projektet szervezünk, szervezni majd a tavaszi Táncsics napokra, és ennek bizony lehet, hogy lesz egy olyan eleme is, hogy itt a szavanna élővilágával, legalábbis a trófeák szintjén, olyan kvázi élőben és interaktív módon megismerkedünk. Úgyhogy számunkra egy izgalmas tanév lesz, 4 határtalanul kirándulást tervezünk, az elsőt rögtön szeptemberben. Úgyhogy az erdővidék, ami most kimaradt az elmúlt 2 évben a határtalanul program keretei, ugye nem engedték a külföldi látogatások megszervezését, most ezeket a programokat bepótoljuk, úgyhogy nagyon várom, hiszen 4 osztályunk vár arra, hogy végre mellátogasson a Székelyföldre, ottani magyar közösségeket, és hát erdővidéke csodáit megtekinthesse, úgyhogy egy izgalmas és számunkra nagyon-nagyon nagy várakozásokkal előre tekinthető tanévre készülünk. A nyári szünet alatt számos változás történt az iskolában. Számos változás történt, új helyszínek nyíltak az intézményünkben. A könyvtárat kiköltöztettük az aulába és az aula tér, ahol majd az 7. évfolyamos tanulóink léteznek, élnek. Egy nagy játéktéri alakul át, hiszen nem csak olvasószolgálat, nem csak a könyvek látványa, hanem különböző játszósarkok, különböző foglalkoztatóhelyek, különböző kézműves és egyéb szakkörök megtartásra alkalmas szinterek nyíltak. Új fizika szaktantermet hoztunk létre, a régit leköltöztettük a földszintre, integráljuk a Öveges József Természettudományos Központba ezeket a természettudományos tantárgyakat, úgyhogy a volt olvasóterem helyén alakítjuk ki ezt az új fizika termet. Megújítottuk az étkeztetésünket, köszönhetően Dabasváros önkormányzatának. Mondhatjuk azt, hogy a finn példát követtük, a finn testvériskolánkban látott példát, egy önkiszolgáló tálalópult került beszerelésre az étkezőbe, úgyhogy reményeim szerint holnaptól már az ötödikesek is megismerkednek azzal, hogy milyen az ételt maguknak szedni, annyit szedjünk, amennyit elfogyasztunk, minél kevesebb fölösleget öntsünk ki aztán a moslékba, illetve a megmaradt ételt mi jegyük meg repetában, tehát egy egész újfajta tálalási szisztéma is rend alakul ki, majd remélhetőleg egy hónapon belül az étkezőbe, és kialakításra kerül szintén szeptemberben. Az előkészületek megtörténtek, egy diákkonyha nappali étkezőtér a kis aula előterében, illetve itt a hátul az aula előterében, ahol lesz egy diákkonyha, bárpultok lesznek, bárszékek lesznek, ahol a tanulók étkezhetnek és a tanóráikat eltölthetik, és mindezeken felül a volt fizika szertárban pedig egy ilyen kvázi tanulói rekreációs pihenőszobát alakítunk ki, ahol a gyerekek kényelmesen ebben el tudnak helyezkedni, akik tanulni szeretnének, azok szintén megkapják ehhez szükséges infrastruktúrát, számítógépet is szerelünk ebbe a helyiségbe be, hogy a lyukasórákat minél hasznosabban töltsék a tanulóink, úgyhogy több minden van folyamatban. Bútorok nem érkeztek meg, de ez a nyári vashiánynak a következménye, egy országos nagy probléma az amerikai-kínai háborúnak ez a magyar lecsapódása, de megérkeznek a bútoraink is szeptemberben, úgyhogy minden nagyon szépen be lesz rendezve, a gyerekek ezt birtokba vehetik, úgyhogy én nagyon várom, hogy új szinterek nyílnak az iskolában, és mindenki otthonosan érzi magát. A diákok is várták már az iskola kezdést, jelenléti oktatásra számítanak. Hát részemről nagyon jól telt a nyári szünet, nagyon sokat edzettem és olvastam. Voltunk nyaralni is. Próbáltam most így az utolsó 2 hétben átnézni a tanulnivalómat is. Szerintem egy nagyon jó nyári szünetet zárhattam le. Igazából a edzésem elvette
az időm nagy részét, de nagyon élveztem is. Jó volt az online oktatás is, de nekem jobban tetszett a rendes iskola. Sokkal jobban lehet úgy tanulni, hogyha rendesen itt vagyunk, és reméljük, hogy maradunk.